Jó estét kívánok, köszöntöm magazinunk nézőit. Mutatjuk, milyen témákkal várjuk Önöket ezen a héten. Muzsikával hangoltak a karácsonyra, adventi koncertet adott a Kaposvár helyőrségi zenekar. Ünnepre készül Somogy, színes kulturális programokat is kínál a megye nap. Fotók Erdélyből, egy siófoki nyugalmazott sebész gyűjtötte könyvbe élményeit. Különleges karácsonyi muzsikával, tradicionális katonazenével és az elmúlt 60 év repertoárjának főbb darabjaival készült hagyományos évvégi koncertjére a Kaposvár helyőrségi zenekar. Az együttes idén is két előadással ajándékozta meg a közönséget, hogy a muzsika által is szebbé tegyék az ünnepvárást, a karácsonyra hangolódást. Hagyományos katonazenei szólt a helyőrségi együttes adventi koncertjén, ahol a boconádi indulóra tapsolhatott a közönség. Nagyon jó, jó a talpalá való, ez a régi, a gyerekkoromra is emlékeztet még. A nagy érdeklődésre való tekintettel idén is két koncerten muzsikált a zenekar a megyeszékhelyen. Első alkalommal vagyunk, és ismerősöktől hallottuk, hogy jó volt a tavalyi is, és ismerősen keresztül sikerült jegyet szerezni. Sokan viszont már visszajáró vendégek a katonazenekar koncertjein. Rendszeresen, több minden éven keresztül rendszeresen járunk adventi rendezvényekre, koncertekre, mindenféle lehetőséget kihasználunk, mert karácsony van, a hangulat az kell, fel kell készülni a karácsonyra. Thank you.
Kaposvár helyőrségi zenekar szereti a műfaji változatosságot, ezt bizonyította idei koncertjén is. Átcsaptunk egy kicsit most a jazzbe, és jazz, a karácsonyi dallamokat jazz feldolgozásokban fogjuk megmutatni a nagy érdeműnek, illetve bemutatkozik egy teljesen új formáció a zenekarban, egy úgynevezett jazz kisparti, ahol szintén katonazenészek játszanak ugye természetesen, csak egy darab szólótrombita, egy szaxofon, egy harsona, zongora, gitár, basszusgitár és egy darab dob. Az elmúlt években egy-egy tematika alapján állt össze az ünnepi műsor, ezúttal viszont maga a zenekar szolgáltatta a fő irányvonalat. Egy kicsit változtatunk a koncepció, mivel hogy ebben az évben 60 éves a Kaposvár helyőrségi zenekar, és ezzel kapcsolatban már volt egy zárt körű hangversenyünk, amire a kaposváriak, illetve a nagy érdemű közönség nem tudott bejönni, így úgy döntöttük, hogy megmutatjuk a kaposváriaknak a zenekarnak a történetét, hát nem csak zenében, hanem szóban is. Így elhangzik, hogy kik voltak az elődjeink, honnét indult a zenekar, és hát mivé lett. Úgyhogy múlt, jelen, jövő. Játszunk magyar művet is, például Bartóktól játszunk. Arra az időre támaszkodnak ezek a művek, amikor még az elődeim dolgoztak a katonazenekarral, és ő nekik a repertoárjukban válogattunk kifejezetten. Mi alapján válogattál a mai műsorra? Hát ez elsősorban a 60 éves múltra való tekintettel, másodszorban pedig, hogy ismét megmutassuk egy új arcunkat. Kell ez a változatosság? Kell ez a sokszínű arc a zenekar? Igen. Elengedhetetlen, tehát a közhely, de ez tényleg így van, hogy a nagy rohanó világunkban annyira gyors az információ áramlás, ugye vegyük például a mobiltelefont, felmegyünk, nekiállunk szörfözgetni, és hogyha nem tetszik valami, egy mozdulattal odébb tudunk menni, elmegyünk egy másik információra. Ez megváltoztatta az embereket egy kissé, sokkal hát ingerérzékenyebbek lettek. Úgyhogy kell a változatosság, tehát haladnunk kell a korral, és a kornak megfelelő kihívásokkal meg kell küzdenünk nekünk is.
A tradicionális zenék mellett jazz és big band is szólt a koncerten. A teljes előadást december 25-én este 17:30-tól láthatják itt a Somogy Televízióban. Az adventi várakozás és a karácsony meghitt pillanatai jelennek meg a Betlehem Csillaga című gyermekrajzpályázat alkotásain. A Kaposvári Együd Árpád Kulturális Központ felhívására több mint 70 általános iskolás jelentkezett. A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt művek készítőit a kiállítás megnyitóján köszöntötték. Ezt a részt, ahol itt látszik a gyertyának a lángja, mert ott nagyon féltem, hogy nem fogom tudni elég jól megcsinálni, hogy átjöjjön, hogy ez mi is akarok lenni. Meg talán itt kicsit a fenyőtűket, mert eleinte mindig azt hittem, hogy túl vastagok lesznek, túl nagyok lesznek, vagy nem lettek elég jók, de aztán végül is jó lett. Többször is újrakezdte adventi alkotását Uri Nesta, aki végül másfél óra munka után készítette el ceruza rajzát. A 6. osztályos kaposvári diák műve a szakmai zsűri tetszését is elnyerte. Nagyon szeretek graffittal rajzolni, sokkal inkább, mint színessel, és interneten nézegettem rajzokat, hogy mi lenne a legjobb, és találtam egy hasonlót, úgyhogy úgy gondoltam, ilyet csinálok. Ugye gyertyát ábrázol, miért pont a gyertya? Hát a gyertya valamiért nálam hozzátartozik az adventhez, most is van otthon koszorunk, úgyhogy talán azért. Mit szólsz hozzá, hogy második helyezett lettél? Hát nagyon örülök, nem gondoltam volna, mert nagyon sok jó rajzot láttam, úgyhogy nagyon örülök neki. A 3. helyezett Zomi Viktória rajzán is nagy hangsúlyt kap a gyertya, de a karácsony több motívuma is megjelenik a képen. A díszeket, a szaloncukrot rakták rá, meg az ajándékokat, meg ugye a fát. A Kisfaludi Általános Iskola 7. osztályos diákjához kifejezetten közel áll a rajzpályázat témája, az advent és a karácsony. Hát nekem nagyon fontos, mert a családdal ünnepeljük, és az számomra nagy öröm. Az Együd Árpád Kulturális Központ Betlehem Csillaga címmel hirdetett rajzpályázatot a megye általános iskolásai körében. Hagyományteremtő célzattal létrejött adventi rajzpályázat általános iskolás gyerekeknek. Tavaly volt már egy hasonló rendezvényünk, és ezért idén is szerveztünk egyet, és most a tavainak az volt a témája, hogy mik a helyi értékeink, ezeknek pedig a karácsony és az adventi várakozás. A több mint 70 alkotás január 10-ig látható Kaposváron, az Együd Árpád Kulturális Központban. Élő adventi naptárral várják a karácsonyt két helyen. A Kissomogyi település lakói 24 estén át házról házra járnak. Az adventi program célja, hogy közelebb hozza egymáshoz az embereket. Nem vigyed rá, nem nagyobb. Köszönták szépen. Házról házra járnak a falubeliek a Somogy megyei két helyen. A helyiek süteménnyel és forró teával kínálják őket. Régi népszokás ez, és az emberek együtt vannak. Talán újra össze sikerül hozni az embereket. Két helyen idén először élő adventi naptárral készülnek karácsonyra. 24 család vállalta, hogy feldíszítik a házak utcára néző ablakát. Nagyon szeretjük az ünnepeket, évközben nagyon sokat dolgozunk, és hát jó egy kicsit pihenni, szeretünk ünnepelni így évvége felé. A polgármester szerint a cél az, hogy összetartó közösséget hozzanak létre. Szerettük volna az amúgy is sűrű adventi programunkat még egy kicsit színesebbé tenni, valami új dolgot bevezetni a településen, és így jött az ötlet, hogy ilyen élő adventi naptárat készítsünk. Én úgy gondolom, hogy ez is jó példája annak, hogy az emberek ki vannak éhezve egy kicsit az olyan rendezvényekre, olyan estékre, amikor össze tudnak jönni és tudnak beszélgetni. Ez mutatja azt, hogy tényleg ilyen nagy számmal minden este, még ha hideg van, akkor is eljönnek és közösen beszélgetnek. Molnár Balázs hozzátette, a kezdeményezés sikerét mutatja az is, hogy eddig minden este nagyon sokan ellátogattak a közös adventi programra. Színek és hangulatok jellemzik Szabó Zoltán János legújabb kiállítását. A kaposvári festőművész az alkotásaiban advent jegyében a szeretet és a harmónia megteremtését helyezi középpontba. A tárlat január 10-ig látható a megyeszékhelyen, az Együd Árpád Kulturális Központban.
és régi újra gondolt festmények láthatók Szabó Zoltán János legújabb tárlatán. A festőművész az advent időszakával kapcsolatos érzelmeit, gondolatait vitte vászonra. Mostani tárlatot Színek és hangulatok címmel, ha adnék neki egy címet, akkor az nincs egyébként címe, de most Színek és hangulatok címet viselni. Eddig már volt különböző dimenziók, reménydimenziók, keresztdimenziók, életútdimenziók, most nem a dimenziók, hanem a színek és a hangulatok itt advent idején, ennek van itt az ideje, hogy az ember belegondoljon ebbe a várakozásba, és ezt a hangulatokat, ezt a hangulatot meg tudja teremteni. A kiállításnak van több rétege van, vannak régebbi alkotások, de régebbi alkotások is úgy, hogy átdolgoztam, kicsit digitalizáltam, újra kinyomtattam, újra lefestettem, és úgy került ide a kiállításra, tehát egy teljesen, azt mondanám, hogy új szempontok szerint új formavilággal, de másfajta színvilággal, de erre készültem. Fölteszik a kérdés magunkba arra, hogy ki vezet, mi kell ahhoz, hogy mire figyeljünk, hogy a szeretet útjára tudjuk lépni, és ezt az utat, ezt a színeket és hangulatokkal próbálom kifejezni, hogy lépjünk rá arra az útra, amely a várakozás. És így ezt a kiállítást is a megszerető gyermeknek ajánlom. Szabó Zoltán János a szeretet és a harmónia megteremtésére törekszik a képeim. Ezt az üzenetet tovább erősítik a festmények mellett megjelenő idézetek is. A tárlaton József Attila és Pilinszky János gondolatai is visszaköszönnek, de a Republik Együttes legendás frontembere Cipő sorai is felfedezhetők a kiállításon. Minden kép kifejezi ezeket a gondolatokat, de hogy ezt még hangsúlyosabbá tegyem, egy-egy költőnek, vagy egy-egy idézettel teszem hangsúlyossá, hogy a néző, mikor idejön és megnézi a képet, elolvassa a szöveget, és teljesen ő is átgondolja magát, hiszen mindenképp annyit mond valakinek, amennyit ő neki mond. Tehát én nem akarom senkit sem, az irányítom a címekkel, de valójában mindenki magában fogja eldönteni, hogy mit jelentenek ezek a képek, mit jelentenek neki a színek, mit jelent ez a hangulat, amit az adventtel összekapcsolunk most. A kaposvári festőművész kiállítása január 10-ig látható az Együd Árpád Kulturális Központban. Siófokon tartják a megyenapi ünnepi közgyűlést 2019. januárjában, jelentette be Bíró Norbert a megyei közgyűlés elnöke. Ezen alkalommal immár hagyományosan adják át Somogy elismeréseit azoknak, akik sokat tettek és tesznek közösségükért, valamint munkájukkal öregbítik a megye hírnevét. A Megye Hét programjait beharangozó kaposvári sajtótájékoztatón elhangzott, a megye bál ezúttal is jótékony célt szolgál majd. Január 6-án vasárnap, 10 órakor a megye napján kerül sor az ünnepi közgyűlés megtartására a Siófoki Kálmán Imre Kulturális Központban, és itt kerül sor a kitüntetések átadására, egy darab prokomitátus Somogy kitüntetődíj és 10 Somogy polgáraiért kitüntetődíj átadására. A balatoni város ad otthont a központi ünnepségnek, amelynek díszvendége ezúttal dr. Szájár József, európai parlamenti képviselő lesz, hangzott el a Megye Hét programjait ismertető sajtótájékoztatón. 1498. január 6-án II. Ulászló király Somogy vármegyének különös kegye jeléül címert adományozott. Ennek 521. évfordulóját ünnepli Somogy jövő év elején. Fotókiállítás, kerekasztalbeszélgetés, az Örökségünk Somogyország kincse címek átadása is szerepel a programok sorában. Vendégünk lesz Szakály Sándor történész professzor, aki az Akik hírét vitték Somogynak, a 44-esek a nagy háborúban című előadást fogja megtartani. A megye hét zárásaként ezúttal is megrendezik a megyebált, amely a hagyományoknak megfelelően jótékony célt is szolgál, emelte ki Bíró Norbert a megyei közgyűlés elnöke. Szülőföldem Somogyország program keretében
a felső tagozatos általános iskolások kirándulásához járulunk hozzá. Ez a tavalyi bevételből fejenként 2000 forintra tudtunk hozzájárulni, és az a kirándulás, az osztálykirándulásokat finanszírozzuk, vagy járulunk hozzá a kirándulás költségeihez, azért, hogy minél több kisdiák megismerhesse Somogy megyét. A Somogy megyei önkormányzat 2011-ben indította el ezt a programot, azóta 8630 diák somogyi kirándulását tudták támogatni. Szabad idejében túrázik, élményeit pedig fotókon is megörökíti dr. Farkas Sándor, ezekből a napokban pedig egy könyv is megjelent. A nyugalmazott sebész főorvos dr. Kersák Jánossal együtt a közelmúltban Siófokváros napján megkapta a díszpolgári címet. Ennek apropóján beszélgettünk vele. Évtizedekig sebészként dolgozott dr. Farkas Sándor, munkája során sok tragédiával találkozott. Ezekről is írt egy korábbi könyvében, amely a Köpenyben és Maszkban címet kapta. Ez a könyv tulajdonképpen az én vívódásaimról szól elsősorban. Tehát nem egy vidám könyv, ezt már mindjárt meg kell mondjam, hanem leginkább azokat az eseteket, ez valóban minden történet, ez 18 novellát jelent, valójában minden történetnek van valami valóság magva, természetesen a személyiségi jogokat tiszteletbe tartva, és ezeknek egy nagy része olyan, ami nekem nagyon komoly lelki problémát okozott. Mi okozott vívódást önben? Hát mondanék egy példát, az, amikor behoztak egy 5 éves kislányt agyhalottként az osztályra, és nekem kellett dönteni, hogy menthetetlen, és fel kellett, hogy ajánljuk donornak a szerveit. Kikapcsolódásként, amikor csak tehette, a szabadban pihent, mint mesélte, a túrázás szerelmese. Ahogy az orvosi szakmához, úgy a természet szeretetéhez is családi indítatás vezette. Édesanyám cserkészvezetőként vitt el falusi lányokat túrázni, bennünket is ebbe a szellembe nevelt, tehát volt egy ilyen indítatás, de mellette, megmondom őszintén, a túl a természet szeretetén és a szépségen túl a kihívás vonzott. Tehát én nagyon hosszú utakat tettem meg, és hát elég magas hegyeket is megjártam. Miket például? Hát ugye, ha összesíteném az általam bejárt gyalogutakat, az több mint 6000 kilométer. Merre fele? Ezek jó része hazai út, tehát ugye csak mondanám, hogy a kék kört én mondanám az elsők között teljesítettem, ez önmagában. Az elejétől a végéig, az utolsó lépésig, ez 2500 kilométer, és ezen túl még nagyon sok a hazai teljesítménytúrán jártam, emellett az Alpokba, a Balkánon, és hát az utóbbi időben pedig Erdélybe. Honnét jön Erdély szeretete? Mert ugye az elmúlt időszakban Siófokon is tartott képes élménybeszámolót az erdélyi túrázásokról. Én úgy gondolom, hogy aki... Tehát nem csak fotózza, hanem beszél is róla. Én úgy gondolom, hogy aki a hazáját szereti, annak Erdély az egy külön élmény és külön feladat. Ott van kedvenc táj vagy kedvenc település? Kedvenc hely, ahova szívesen jár vissza? Megmondom, nekem a Fogarasi Havasok volt. Ugye most a természetről beszélek elsősorban. A Fogarasi Havasok volt, ahol összesen 7 alkalommal túráztam, és a Fogarasi... Tehát még ott is túrázik? Igen, most is. Erdélyi túrái során a fényképezőgépét sem hagyta otthon. Emlékeit, élményeit a Nagyhegyeknek Ormán Erdély peremén című könyvbe gyűjtötte össze. Elég sok időt töltöttem arra, hogy ezeket az élményeimet földolgozzam. Ugye 2 könyvem jelent meg most az utóbbi 2 évben, az előbb már említett novellás kötet, és az Erdély hegyeiről ez gyakorlatilag a napokban jelent meg. Leginkább a természetkincseit fotózza dr. Farkas Sándor, de a kulturális értékekre is odafigyel, erdélyi túrái során mesélte. Ennyi fért a heti adásunkba, mottóval legközelebb is várjuk Önöket ide a képernyők elé. Ha tehetik, tartsanak akkor is velünk. Kollégáim nevében is áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok nézőinknek, viszontlátásra!